Vajdaság több településéről, de Magyarországról is érkeztek több gyermekes családok a Péter Évei családi napra. A cél az az, hogy összetudjuk a családokat egy kicsikét vonni, úgy külföldről, úgy Vajdaságból, és az ismerkedés céljából. Mert az az igazság, hogy a családok, az egyesület nem nagyon ismerik még egymást. Ezek a rendezvények elsősorban azért jók, hogy a nagy családosok is egy kicsit kimozduljanak a hétköznapi életből. Általában nagyon nehéz kimozdítani őket. És tulajdonképpen az is a célunk ezekkel a családbarát rendezvényekkel, amiket most már úgy beszéltük meg, hogy nem Adán, meg egy helyen szervezünk, hanem hogy szinte minden rendezvényt másik helyen szervezünk meg. A rendezvény célja a barátkozás és szórakozás mellett, hogy felhívja a figyelmet a család jelentőségére és szerepére. 8 testvérem van, és fürdeni szeretek velük, rajzolni, meg játszani. Miért szeretnél a testvéreidet? Mert segítenek. Topolyáról jöttünk, és 3 gyerekem van, egy 15 éves fiam, és Iker lányaim, akik 9 évesek. Az embert rengeteg szeretet veszi körül, sok nevetés, sok ölelés, és esti puszi, nappali puszi, oda szaladás, szeretgetés. Jó, egyszerűen jó. Én ezt nem is tudnám másképp elképzelni. Miért szereted a testvéreidet? Mert szépen jösszönök velem. És hány testvéred van? 3. 3 gyerkőcöm van, Kishegyesről érkeztünk, de én is különben nagy családból érkeztem. Négyen vagyunk testvérek. Hát a nagy család az egy igazi nagy érték. A családtagok az egésznapos rendezvényen számos szabadtéri és kreatív jellegű foglalkozáson vehettek részt.